Kedves nézőink, a hétvégén férfi kézilabda csapatunk 43-19 arányban verte a Szombathely csapatát. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Tamás, a szünetben 11-el vezettünk, az viszonylag megnyugtató volt, de a végén a 24-es különbségre számítottál-e? Hát így nem számítottam 24 gólos különbségre. Arra kértem a srácokat, meg hát arról beszéltünk most már pár hét óta, hogy ugye azok a győzelmek, ami például legutoljára is volt, amikor Pápán ugye tudtunk nyerni, végülis egy magabiztos győzelem volt, de nem tudjuk odarakni azt a különbséget, ami azt mondom, hogy van a csapat, meg mondjuk az ellenfél között. Azt próbáljuk meg maximálisan oda tenni, mert ez azt gondolom, hogy az egész bajnokság folyamán, sőt tavaly is hiányzott. Tehát egy ilyen tiszteletet parancsoló eredmény az mindig hiányzott a eredményeink közül. Hát most ez két év alatt most jött ki. És azt mondom, nem azt mondom, hogy ehhez jó partnert kaptunk. Nem szoktam ilyet mondani sűrűn, de azt gondolom, hogy jól játszottunk ma. Tehát meg vagyok elégedve. Igen, kereshetnénk a hibát, de nehéz lenne ma találni a mai játékban. Én azt gondolom, ma minden bejött. Nagyjából így történt, tehát ugye a Szombathely az elején próbált iromot diktálni, ugye 1-0-ra vezettek, az egy dolog. Kicsit amiatt tartottunk is tőlük, hogy mennyire tudunk visszarendeződni végrekezésbe. Az első fél időt megnézzük, akkor a góloknak a túlnyomó részét ebből kaptuk, amikor nem értünk vissza, és akkor ránk hozták a labdát, ugye azt le tudták osztani, és akkor általában az ígyszereket lőttek. Ha felállt fal ellen kellett támadniuk, akkor azt nem tudták megoldani. Meg hát egyébként is védekezésben voltak kiemelkedő teljesítmények, tehát most nem akarok név szerint, mert azt gondolom, hogy az egész csapatot ki lehet emelni. Pavelka Zsoltinak voltak nagyon jó labdaszerzései, Tömör Csabi jól osztott el a védekezést, Erős Peti olyan kemény volt, aminek lenni kell, tehát és a cserék is, akik pályára léptek, mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz, tehát volt játékunk, magyarul azt lehet mondani. Ment a labda, nem bonyolultunk bele cselekbe, nem akartunk egyegyezni, hanem ezt az iramot, amit ők próbáltak az elején diktálni, ezt mi jobban teljesítettük, és ugye ez alakította ki a különbséget, úgyhogy tényleg meg vagyok elégedve. Még egy meccsünk van idegenben, tehát még azt megpróbáljuk megnyerni, az ennél nehezebb lesz, hogy egyrészt azért, mert idegenben lesz, másrészt azért, mert az Ásnak 10 pontja van, tehát azért ő még látótávolságban van hozzánk képest. De ezt mondom, erről beszéltünk a szünetben, hogy Ásra úgy menjünk, hogy egy tekintélyt parancsoló győzelem után megyünk oda. Önbizalma azt gondolom, hogy lesz mindenkinek, reméljük ez nem üt vissza, de ha hasonló játékot tudunk nyújtani, azt gondolom, hogy egy egységes csapatmunka lesz akkor ott is, és visszafelé vagy hazafelé gondolom, hogy meg fogjuk ünnepelni a tavaszi szezont olyan szempontból, hogy azért a vége azért úgy néz ki, hogy jól sikerül, de ez utolsó meccs kell mindenképpen.